Sziasztok! Végre itt egy újabb videó, amikor meg fogjuk nézni az állatokat, ugyanis újabb állatok érkeztek a mi kis farmunkra. Tartsatok velem! Készülődik ott bent a fészek, le akarnak azonba tojni, szépen fejlődnek a kisfiókák. Gyere, úgy. Itt is van egy félfár. A román gagyásaim le vannak tojva. Most nemrég volt kipucolva, ki vannak fertőtlenítve a ketrecek. Többiek nagyon szépen fel vannak nőve. Te mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt te? Már verekednek. Hagyjál békét. Menjünk és nézzük meg, hogy mit csinálnak a nyuszik. Mi a helyzet, picike? Mit csinálsz? Rosszalkodik a malac? Igen? Igen? Milyen szépen megszelidültél. Olyan vad volt, amikor ide került, hogy alig lehetett megfogni. Most viszont még játszani is szeretné, ha néha, amikor nem akar rosszalkodni. Mondjuk elég ritkán szokott úrni, de hát most kedve támad hozzá. Igaz, te kicsi füles? Menjünk is tovább. Mit csinálsz te itt, Hello? Bogyon kívül a tegnap megbergettük az összes nyuszit, szóval őket fel is kell írjam. Bogyó még csak 4,5 hónapos, így vele még várunk. Tőle szép nyuszikat várok, és majd egyet meg is fogunk tartani. Legalábbis nekem kell egy. Kiöntötted a vizet, gratulálunk, hozunk mást. Szia, Zsani! Kicsi szépség, tőled is szép nyuszikat várok. Flakonokat lassan ki kell vegyük, ugyanis kezdenek beállni a hűvös idők. Mi a helyzet, Hector?
Gyere ide, no. Gyere ide, no. Igen. Te is kiöntötted a vizet. Gratulálok. Kicsi tokás. Igen. Nézzétek meg itt alól, milyen tokája van. Itt ne! Itt ne! Igen. Kicsi szépség. Helyzet, Peti? Menjünk és hozzunk vizet, utána megnézzük az új állatokat is. Picike még mindig jól szórakozik. Mi van veled, te? Már rég nem túrtál. Megszólaltak a hércék is, meg a kakasok. Jössz ide? Remélem, a hangot nem fogja elvinni a szél. Ugyanis elég szépen belekezdett. Picike, nem jössz ide? Gyere ide hamar. Úgyna. Menj el te. Menj el te. Igen. Igen. Most már szabad a pálya. Odaadhassuk Zsaninek is a vizet. Csinálunk egy ilyen pajavárat, ugyanis Csavi csak úgy tud enni, mert ha ne, akkor a hosszú csőrét, vagy a csőrének a hosszabbik felét mindig belevágja a vasba, és így sajnos nem tud enni. Menjünk is tovább. Közben előkerült a kis kotlóanyó az öt kis fiával. Nézzük is meg, hogy mi van itt. Egy pár gyöngyi, aki régóta követ, azt tudja, hogy nekünk már volt egy pár, viszont lemondtunk róluk, de hát úgy döntöttünk, hogy mégiscsak kellenek nekünk, ugyanis szebbé teszik a farmunkat. Egy kis farmocskába sok kis állat kell. Őket ki fogjuk engedni majd az udvarra, minél előbb.
Ne féljetek, mert megyek el. Kaja, víz van? Szuper. Mi van te? Kis nyomkövető. Te olyan vagy, mint egy kis nyomkövető. Igen. És most jön a legvagányabb dolog. Nézzétek meg, hogy mekkorák lettek a kis kidobott kutyák. Barnán látszik, hogy ő nagyobb fajta. Menj el, te kicsi álmos! Ide is belátogatunk, ha már itt vagyunk. Most lett kitakarítva a ketrec, és ilyen szép fák vannak helyezve. Ide is belátogatunk, ha már itt vagyunk. Gyönyörű szépen ki van díszítve. Fel van szerelve ilyen kis fákkal, ugyanúgy, mint a Gerliknél is. Na de, nézzük meg őket is. Itt még szebb. Oda a sarokba le vannak tojva, az egyik fiók, aki is van kelve. Egy picit nehezebb lesz a takarítás, viszont megéri. Jönnek is haza a kecskék, itt is van egy új csapattag, ugyanis egy új fát került, a neve neki is Gazsi. Köszönöm, hogy velem tartottál, ha tetszett, dobj egy lájkot, és iratkozz fel. Sziasztok!